A mozgás jó. A mozgás egészséges. A mozgás motivál, serkenti a gondolkodást és fiatalít. Aki mozog, az boldog ember és kevésbé stresszes. Pályán, ösvényen, vízben, nyeregben, egyedül vagy csoportosan, labdával vagy anélkül, mindegy. A lényeg, hogy mozog. Épp testben. No kérem, a derekunk. Hát figyelj, ne mosolyogjál, öregedő szivarok vagyunk. A derekad? Hát a tiéd is, meg a gedélyé, meg a kántoré, meg mindenkié, meg a korosztályunknál egy ilyen átkozott pontja a testünknek ez a derék, mert hogy egy rossz mozdulat, és már gond is van, nem, hogy még utána, nem tudom, súlyokat emeljünk, meg így sportolás közben mennyire terhelhetjük meg a derekunkat, erről fogunk beszélgetni Szabó Klárával, a Sherlock Rehab gyógytornászával és manuál terapeutájával. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánok! Mennyire stabil ez a derék nevezetű testtájéka az embernek, így általában véve? Ezt azért kérdezem, mert hogy ilyen talán a szülők is belénk nevelték, hogy nagyon óvatosan, mert egy rossz mozdulat, beugrik a derekad, aztán utána vége, műtét, nem tudom én micsoda, és mehetsz a levesbe. Valóban ez belénk van szinte már kódolva, hogy ennyire figyelnünk kellene a derekunkra, de a kutatások egyáltalán nem ezt bizonyítják, hogy gyenge lenne a derekunk. Sőt, a súlyemelők zöme az nagyon is erős porckorongokkal és megfelelő csigolyatestekkel, izomzattal rendelkeznek, és náluk a legkisebb az esélye annak, hogy bármi derékfájás alakuljon ki. Tehát maga a nehéz súlyoknak az emelése, a cipekedés az nem árt a derekunknak. Sokkal inkább történik baleset, vagy fájdul meg a derekunk, hogyha figyelmetlenek vagyunk, vagy fáradtak, vagy elveszítjük az egyensúlyunkat. Ebben az esetben sokkal inkább kiszolgáltatottá válik a derekunk. Ilyenkor általában mi történik? Mert ilyenkor mindenki ilyen sérvet vízionál, jaj a gerincem, nem tudom, az izmokkal van baj, amikor valaki nem figyel oda, rosszat mozdul, rosszul hajol előre, és beugrik úgymond a dereka, van erre egy külön kifejezés is, lámcsak. Igen, hétköznapi nyelvezettel becsípődésnek szoktuk ezt nevezni. Ilyenkor nem lehet pontosan megállapítani, hogy melyik struktúrával lesz igazából probléma, mert bármelyikkel lehet. Akár megfeszülhet az izom, begörcsölhetnek a hát, illetve a has környéki, a csípőhajlító izmaink, és onnantól kezdve pedig ez a görcs, ez kiterjedhet egészen a derekunkra. Viszont vannak olyan folyamatok, amik 24-48 órán belül lezajlanak, és utána pedig a mozgással ezek helyre tudnak rázódni, és nem egy végleges dolog történik. Sokan a sérftől, a porckorong kitüremkedéstől tartanak, pedig az is egy teljesen múló állapot, és a gerincünknek egy normális változása, egy oda-vissza működő folyamata, tehát a sérv az nem egy életre szóló állapot, viszont amikor lesz valami a derekunkkal, akkor leginkább a pánik tör ki rajtunk, hogy uram, atyám, ez meddig fog tartani, és mit kell most csinálni, pedig a mozgás az jó hatással van erre, és az apránként adagolt mozgatások, azok rendbe tudják hozni a derekunkat, de hogyha bizonytalanok vagyunk, hogy akkor ez tényleg mennyire súlyos, akkor legtöbbször a mozgásterapeuták, gyógytornászok, manuálterapeuták tudnak ebben segíteni. Mennyire ront a derekunk állapotán az, hogy az emberek egy jelentékeny része nagyon sokat ül és úgy dolgozik? Konkrétan az ülés annyit tesz velünk, hogyha hosszasan vagyunk benne, tehát egy vagy két óránál hosszabban egy helyzetben ülünk, hogy kikapcsolja a reflexeinket, eltunyulnak a reflexeink. És onnantól kezdve nem tud időben alkalmazkodni az ingerekhez a testünk. És ekkor, amikor felkelünk mondjuk az íróasztaltól, van egy olyan pár perc, amíg föl kell ébredjen újra a test, hogy vertikális helyzetbe került, újra áll a két lábán a testünk, az ember, és onnantól kezdve pedig megint felveszi a fonalat, és bármit fel tud emelni, vagy arrébb tud tenni, viszont ehhez kell egy pár perc, hogy ezt újra megszokja, és önmagában az ülés az nem árt nekünk. Viszont, hogyha óránként felállunk, akkor onnantól kezdve fenntartjuk a megfelelő vérkeringést, az izmoknak a tónusát, az idegrendszerünknek a folyamatos működését, és nem tunyul el a testünk. Érdemes karban tartani a derekunkat valami speciális edzéstervel, ne adj Isten irodában elvégzett néhány perces torna gyakorlattal? Elképzelhető, hogy beiktassunk mozgásokat a nap
több részébe is, de nem az a lényeg, hogy speciálisan mozogjunk, hanem az, hogy testhelyzetet változtassunk. Amikor jön egy telefonhívás, akkor fölálljunk. A nyomtatót tegyük jó messzire, hogy legalább azért is föl kelljen álljunk. Ne legyen túl kényelmes az irodánk, inkább ezt szoktam javasolni, mert akkor beletespedünk a székbe, és onnantól kezdve pedig nincs megállás, és lehet, hogy 8 órán keresztül meg sem moccantunk. Föl kell állni óránként, és bizony át kell mozgatnunk magunkat. Ha jól esik, természetesen lehet nyújtózkodni, elfordulásokat végezni, de inkább az a fontosabb, hogy álljunk föl, menjünk arrébb, sétáljunk, tegyünk el pár lépést, és onnantól kezdve a szervezetünk tud ehhez alkalmazkodni. Hogyha valami baj történik, úgymond becsípődik a derekunk, akkor egyből orvos, vagy először próbáljuk meg orvos nélkül megoldani, mert általában nem olyan nagy a baj? Elsősorban nem az orvos kompetens ebben a helyzetben, mert a saját mozgásunkkal, lélek jelenlétünkkel rendbe tudjuk hozni a legtöbb problémát. Most az orvos elsőlegesen a pánikot úgy tudja oltani, hogy gyógyszerrel támogat minket, illetve súlyosabb esetekben műtétet javasol. De ezek olyan dolgok, főleg a derekunkat illetően nagy százalékban, amit meg lehet oldani mozgással, manuálterápiával, némi pihenéssel, odafigyeléssel, és utána pedig rendbe jövünk egy héten belül. No, és akkor ha emelni kell valamit, mert költözünk, mert bevásároltunk, és 6 karton ásványvíz, vagy nem tudom, én Ács Gáborról kiderül, hogy szenvedélyes erőemelő, akkor hogyan emeljünk úgy, hogy ne ugorjon be a derekunk, ne csípődjön be a derekunk? Elsődlegesen azt mondanám, hogy odafigyelve, nincsenek speciális trükkök, használjuk az izmainkat, a lábunkat, a farizmot, tombizmot, inkább guggolással emeljünk, ne csak lehajolással, és figyeljünk oda arra, hogy mit emelünk, hogyan emelünk, hova tesszük, közben lehetőleg ne más irányba nézzünk, amennyire tudjuk, próbáljuk meg élénken tartani magunkat, pihenni az emelések között, tehát hogy a fáradtság az majdnem megnöveli, kétszeresére növeli a baleseteknek a veszélyét. Tehát onnantól kezdve, hogy majd elalszok, miközben cipekedek, elég nagy a veszélye, hogy baja lesz a derekamnak, vagy bármi másomnak. Tehát ezt tudom legelsőnek így tanácsolni. Hát ilyenkor kell azt csinálni, amit ilyen erőemelő embereknél láttam, hogy mielőtt ugye nagy súlyt emelnek, megkérik az edzőket, hogy pofozza fel őket. Tehát egy bevásárló szatyor előtt mondjuk azt mondom életem párjának, hogy húzz le egy kokit, vagy egy csicskalángost, mert éppen már nagyon fáradt vagyok, és nem akarom, hogy beugorjon a derekam. Köszönjük a jó tanácsokat! Ez valóban egy nagyon egyedi tanács. Igyekszem én is ezt így szem előtt. Próbáld ki a gyakorlatba, hát ha működik, Klára. Tetszik, abszolút. Jó, köszönjük szépen még egyszer a beszélgetést. Egy komoly témát ütöttünk el kicsit viccel a végére, de a téma azért komoly. Igen, nagyon szépen köszönjük. Szerbusz, minden jót, szép napot kívánunk. Minden jót. Szabó Klárával, a Sherlock Rehab gyógytornászával és manuál terapeutájával beszélgettünk a derékfájás elleni küzdelemről. Ezzel, mint egy rászolgálva mottónkra, gazdasági Muppet Show, két öreg szivar ül a karzaton és kritizálja a világot, ami a színpadon zajlik, úgyhogy lám a témaválasztásban is megpróbálunk megfelelni ennek. Épp testben a Millás reggeli mozgáskultúra rovata hangzott el. Ne feledd, aki mozog, az boldog ember.